Ahogy mondani szokás, aki él és mozog, az a magyar vidékbajnokságon mind jelen van a kajakkenu széles hazai hátországából. Főleg egy ilyen év után, ami a kajakkenu sport mögött van. Itt lehet kipróbálni a kezdő, a haladó, illetve a serdülő tehetségeket. Itt lehet kísérletezgetni a közelgő OB tükrében, vagyis a hátország jelenik meg a kluboknál. Nem a legjobbak versenyeztetéséről szól a történet, noha közülük elég sokan elindulnak, így volt ez a Magyar Vidékbajnokság immáron hagyományosnak tekinthető helyszínen, Faddomboriban is, a legutóbb mindhárom napot felölelő hétvégén. Ez egy jó tájékozódási pont, hogy ki hol tart a saját mezőnyében, korosztályában, versenyszámában, és hát ez majd ad egy lendületet a magyar bajnoki felkészülésre. A cél az természetesen mindig a minél több érem, minél jobb helyezés elérése. Nem feltétlenül azt tartjuk szem előtt, hogy a legtöbb érmet szerezzük, vagy a legjobb helyezéseket érjük el, hiszen ha sok emberünk jut fel a magyar bajnokságra alanyi jogon, akkor utána nagyobb lehetőségünk van ezzel variálni és egy kicsit matekozni, hogy kit hova nevezzünk ott, hogy a lehető legjobb helyezéseket érjük el aztán később 4 hét múlva. Persze, ahogy mondani szokás, addig sok víz lefolyik az igazi, de még a Holdonán is. Jámbor Attila, szekszárdi klubvezető mindenképpen azt szeretné, ha a mostani aranyérmesek közül, például Acélos Hannának az országos bajnokságon akár a győzelemre is lenne esélye. Tavaly még csak 12 évesen már megnyerte a korcsoportja legrangosabb versenyét. Egyébként nem volt könnyű nyernie 2000 méteren most Faddomboriban. A tatai Gábor tímeával ugyanis óriási csatát vívtak a győzelemért, mondhatni visszaverte a rivális támadását. Ő kezdett el most így nagyon feljönni a mezőnyhöz, és igen, inkább ő a gyorsabb, mint a tavalyi vetélytársam Cibula Rebeka. Még a végén volt egy kis gyorsasági állóképesség benne? Igen, az utolsó 100 méteren még ráhúztam 2 lapáttal, amennyit csak tudtam. Hanna adottságai úgy tűnik a rövid távokon is megvannak, így izgalmas, hogy 2-3 év múlva mik lesznek a fő versenyszámai. Igen, ebben a korban még nem igazán alakul ki, hogy a rövidebb vagy a hosszabb távoknak a versenyzői leszünk. Nekem jobban mennek a rövidebb távok, én úgy érzem, és jövőre ezreket szeretnék menni. A 8 paksi aranyérmes hajó egyikében Juhász István ült, aki a hosszabb távokon ért már el sikereket. Olyannyira, hogy kvalifikálta magát a moszkvai, ezekben a napokban zajló maratoni Európa-bajnokságra, de ő is Hannához hasonlóan több vasat tart a tűzben. A 2000 méter így fekszik neki. Úgy volt, hogy a két ellenfelem az a pont túloldalon volt, én meg a másik oldalon, és így próbáltam, hogy ők összedolgoznak ketten, én meg egyedül eljövök, és sikerült ez a taktika. Szóval, ha máskor is így lesz, akkor ezt így fogom csinálni. De ők összedolgoztak, és mégsem tudtak megverni? Hogyan alakult? Hát igen, lényegében. Nagyon szeretné, ha olyan olimpiai csúcsszámokban, mint az 500 vagy az 1000 méter, kiemelkedő eredményt tudna a későbbiek során elérni. Inkább a síkvízi számokkal szeretnék megpróbálkozni, az 1000 és az 500 méterrel. Maraton az csak így jött második esélynek, és hát sikerült ott is kijutni, és ez, hát igazából igen, a síkvíz az, ami lényeges nekem inkább. Az első nemzetközi sikert a maraton a 10.000 méter jelentheti Juhász Istvánnak, most az ifi EB-n. Egy dobogót azt nagyon szeretnék, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Beindultak a világversenyek a sportágban. Olybá tűnik nem csupán a maratoni távokon, hanem a rövidebbeken is várhatóak Tolna megyei kajakkenu sikerek. Az itt tapasztalt óriási konkurencia harc miatt nem csak az érmes helyezések, hanem a 6-8 közötti helyezések is már annak számítanak, amelyeket egyébként az ASEK kajakosai és kenusai szereztek egyesben, négyes hajóban, párosban is a legutóbbi U23-as Európa-bajnokságon.